Ukulelén adott elő Bolyás Eszter az egyik díjazott azon az ünnepségen, amin Bátaszékváros önkormányzata elismerte a kiemelkedő teljesítményt nyújtó diákokat. Idén közel 30 fiatalt díjazott a város, köztük a 12 éves Bognár Barnát, aki a dublini karate versenyen teljesítette szinte a lehetetlent. A korosztályánál másfél évvel fiatalabban, 5-6 kg-mal könnyebb súlya bravúros küzdelmekkel finalista tudott lenni az Európa-bajnokság legnépesebb kategóriájában. Végül ezüstérmet szerzett. Most pihenünk, és februárban lesz egy kis pesti verseny. Most arra fogom majd készülni. Milyen érzés, hogy átveheted ma ezt az oklevelet, illetve ezt a díjat? Hát, nagyon jó. A második Géza gimnázium tanulói közül díjat vehetett át Bíró Ágnes 12. osztályos tanuló is, aki a nyelvtudásával érdemelte ki elsősorban a város elismerését. Azt mondja, nagyon örül a díjnak. Nyelvvizsgáztam már angolból is és németből is, és már 10. megcsináltam az érettségiket, és most fogom, angolból már megvan a felsőfokú nyelvvizsgám, és most fogom csinálni németből februárban. Igazából én az angolt sose tanultam úgy, csak egyszer úgy volt, hogy nem tudom, így elkezdtem szeretni az angol zenéket, és akkor így hallgattam, és egyszer csak úgy rájöttem, hogy tudok angolul. De nem igazán, ez gyors volt, 9. kb. Vagy tolmács leszek, ilyen amerikai angol, vagy politikus szeretnék lenni. Politikus? Miért pont az? Hát nem tudom, igazából nagyon vonz ez a világ, és hát nem tudom, és nagyon tetszik, és szoktam nézni így a parlamenti beszélgetéseket is, és most szeretnék elmenni parlamentúrára is. Mindig a jelenben dől el, hogy milyen lesz a jövő, mondta Bozsolik Róbert Bátaszék polgármestere ünnepi köszöntőjében. A város első embere kiemelte, igyekeztek olyan feltételeket teremteni, olyan programokat szervezni a településen az elmúlt évben, amik a fiatalokban elültetik azt a gondolatot, hogy jó itthon lenni, jó otthont találni Bátaszéken. Mert az élet rendjéből adódóan többségük elkerül egy időre itthonról tanulni, világot látni. De ha ma jó dolgozunk, akkor az a fiatal, akiben a gondolatot elültettük, egyszer vissza fog jönni, és Bátaszéken Bátaszékét kamatoztatja a megszerzett tudását. A város első embere felidézte a tavalyi fejlesztéseket, elért eredményeket és kiemelte, a városnak fontos elismernie a tehetségeket, hiszen a művészet a sport területén, vagy éppen a tanulásban kiemelkedő teljesítmény nyújtó fiatalok öregítik a város hírnevét. Nálunk hosszú évek óta hagyomány, bár mondjuk 3 éve nevezzük el hivatalosan a fiatalok a városért elismerésnek, hogy itt év végén egy polgármesteri fogadás keretében az intézmények által javasolt fiatalok közül kiválasztjuk azt a ebben az esztendőben 27 fiatalt, akik sport, kultúra, tanulmányok, nyelvterén kiemelkedőt teljesítettek. Szeretnénk őket ezzel a kis oklevéllel is elismerni, hiszen bízunk abban, hogy ezzel egy kis gondolatot ültetünk a fejükbe, egy olyan gondolatot, hogy jó itt Bátaszéken lenni, elismerik Bátaszéken az ő munkájukat, tehetségüket, és bár az élet valószínűleg el fogja őket sodorni egy kicsit, hiszen elmennek főiskolára, elmennek egyetemre, elmennek világot látni, de ez a kis gondolat talán ott motoszkál majd a fejükbe, és hazatérnek hozzánk, és amit megtanultak, azt majd itt Bátaszéket, a bátaszékiekért tudják majd kamatoztatni. Idén először az év mecénása oklevelet is kiosztották, egy helyi húsipari céget ismertek így el, valamint elismerő oklevelet vehetett át Mezei Bonifácné, a Napsugár Nyugdíjas Egylet leköszönő vezetője, és Riglerné Stangerika, a közösségük vezetésében, irányításában több mint 2 évtizeden keresztül végzett tevékenységükért.